A jazz kedvelők nagy örömére a Szekszárdi Művészetek Házában lépett fel a Canaro zenekar. A banda különlegessége a Django Reinhardt által elhíresült stílus és a békebeli magyar jazz ötvözete. Az együttes szinte egyedüliként képviseli Magyarországon ezt a műfajt. Nem mindennapi zenei utazásba varázsolták a közönséget, a lendületes, 20-as és 30-as évek swing és jazz szerzeményein keresztül. A zenekar stílus a manyus swing, ez a Django Reinhardt által és Stefan Grappelli által ismerté vált stílus a 30-as évekből. Ezt képviseljük, és hát próbáljuk csinálni itthon, megismertetni a közönséggel. Nemrég volt egy Django Fesztivál is itthon, ezzel a stílussal foglalkozó zenekarokat így megpróbálták összegyűlni. Ott volt mind a négy zenekar, ami ezt csinálja. És hát mi nyitottuk az estet, szóval jól sikerült. Hát igen, ez ugye a jazzen belül is egy réteg zene. Nem könnyű, de hát aki szereti az kicsit ilyen régebbi stílusú zenéket, annak nagy élmény lehet. Igen, a zenekarral rendszeresen járunk Finnországba, Észtországba, Romániába. Most ugye pont a pandémia előtt volt egy cseh turnénk is kilátásban, meg így egyéb irányokban még, de hát azok most ugye eltűntek, de most megint szó van ugye a Finnországról, úgyhogy járkálunk. Szerencsére van erre a stílusra kereslet külföldön is, sőt, talán több, mint itthon jobban ismerik. Tavaly is volt itt egy nagyon jól sikerült koncertünk. Igen, a pandémia után volt egy ilyen kiszabadulás. Azt hiszem, akkor találkozott először a zenekar, itt Szekszárdon is játszottunk először együtt újra sok hónap után, úgyhogy ez egy nagy dolog volt nekünk. Jó élmény volt Szekszárdon zenélni, és hát ez olyan jól sikerült, hogy hát most is itt vagyunk. Hasonló szokásos repertoárunkat hoztuk el, többnyire Django Reinhardt szerzemények, illetve hát régi magyar sanzonok is, ilyen kávéházi zenék is fel vannak dolgozva általunk ebben a stílusban. Van talán egy-két filmzene is a repertoárban. Úgyhogy ebben a gitáros, hegedűs, bőgős hangszerelésben. És hát vendégünk Marosi Zolt, állandó vendégünk, tulajdonképpen zenekartag már egy pár éve, úgyhogy harmonika is lesz. Egy olyan stílus, hogy a zenei kommunikációról és az improvizációról szól, meg hogy hogyan reflektálunk egymásra, vagy akár a közönségre. Hát ezt egyedül nehéz megcsinálni, meg reprezentálni. Ez tényleg egy zenei kommunikáció egymással és a közönséggel is. Ennek tényleg az a kulcs, hogy együtt mennyire tudunk egymásra hangolódni. Tehát akkor sikerülnek jól ezek a véletlenre bízott dolgok, ami az improvizációnak egy varázsa, hogyha azért van egyfajta összhang kialakulva. Úgyhogy hosszú szünet után nem könnyű, de most szerencsére sokat játszunk idén már.